Az ősz a vízi világban már sokkal korábban beköszönt, mint az erdőkben. A Dráva mentén élők tudják, hogy a víz színe egyszer csak egyik napról a másikra megváltozik. Már augusztus vége felé felvirrad az a hajnal, mikor köd lepi el a folyót, majd az ég kékje is ónosabban verődik vissza a víztükörről. A zátonyokon megtörő vízfodrok színe sem az a vakító fehér, mint az előző napokban. Aztán lassan megfakul a part menti nádas is. A fűzbokrok levelei is egyre világosodnak, majd megjelennek a ligetekben az első sárga levelek. Ilyenkor a vízi világ elcsendesedik, mintha a szeszélyes folyó járása is nyugodtabbá válna. A költöző madarak már augusztus végén szányra kapnak, s nem hempereknek a folyóvízén, a napfényben fülöknek. Aki az ősz szépségeit akarja élvezni, az ilyenkor elhagyja a fáradt arcát mutató folyót, és a part menti liget erdőkben tesz sétát. A több mint 40 éves határzállat miatt a Dráva mente erdeiben jelentősen felszaporodott a vadállomány. Egy 1970-es felmérés szerint a szarvasok, őzek, vaddisznók létszáma 4-5-ször több volt, mint amennyit a meglévő erdők el tudtak volna tartani. Ezért az itt működő vadásztársaságok gazdag vadállomány felett rendelkezhetnek még ma is. A II. Világháborút megelőzően a szarvas és a vaddisznó csak ritka vendég volt ezekben az erdőkben. Elsősorban a dúvad és az őz állomány volt igen népes, ám a vízbő talajú mocsárrétek kitűnő legelőt kínálnak az agancsosok népségének. Az említett felmérés szerint a Barcs környéki vadászterületeken több mint 800 szarvas, majd 300 dámvad, 2500 őz él. Természetesen az ártéri erdőkben megtalálható a vaddisznó is, de létszámát tekintve nem olyan jelentős ez a faj, mint az imént említett patásoké. A Drávát övező ligeterdők jellemző fafajtája a kocsányos tölgy és a gyertyán. A Barcs környéki részen a híres darányi ősborókás különleges világa vonza a látogatókat. 1991. április 30-án a Magyar Köztársaság Országgyűlése 28/1991 számmal határozatot hozott a Dunával kapcsolatos egyes nemzetközi környezetvédelmi feladatokról. Ennek a határozatnak a C pontja szerint a Duna-Sió torkolat és a Dráva torkolat közötti szakaszán és a Dráván a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság hozza létre a közös Duna-Dráva Nemzeti Parkot. A folyók, mellékágrendszerük, valamint az érintett területek természeti értékeinek, a felszíni és felszín alatti vízkészleteknek, továbbá az érintett területek erdeinek, termőtalajának és más megújuló természeti erőforrásainak nemzetközi védelmére. Az országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a fenti közös nemzeti parkok megvalósítása érdekében szükséges természeti rehabilitáció, beruházások és ökológiai célzatú fejlesztések végrehajtásáról gondoskodjék. Az országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a fenti közös nemzeti parkok létrehozásához szükséges két és több oldalú tárgyalásokat és a létrehozatalt hátráltató vagy gátló érvényes nemzetközi megállapodások újratárgyalását kezdeményezze az érintett államok kormányainál. Az országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a fenti közös nemzeti parkok magyarországi területeinek javasolt határait és övezeteit 1991. október 1-jéig jelölje ki, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia, a környezet és természetvédő mozgalmak, valamint az érintett önkormányzatok bevonásával készítse el a védetté nyilvánítás előkészítéséhez szükséges munkálatok cselekvési programját. Talán még időben ismerte fel a politika, hogy a mintegy 720 km hosszú és több mint 40 000 négyzetkilométer vízgyűjtőjű Dráva szinte Európa szerte kivételes helyzetű folyó. Hazánk felszíni szabad vízfolyásainak legtisztábbika, vízminősége első osztályú. A természetvédelmi és környezetvédelmi szervezetek megkezdték a védetté nyilvánításhoz szükséges munkálatokat. Ha nem jönne létre a Nemzeti Park, már akkor is sokat nyert a térség azzal, hogy mindeddig a tudomány térképén fehér foltot jelentő Dráva mente élővilágának adatait feltárták.
a növénytani és zoológiai kutatásokat az Országos és a Dél-Dunántúli Természetvédelmi Hivatal segítségével a Pécsi Janus Pannonius Múzeum és a Janus Pannonius Tudományegyetem természettudósai szervezték. Megindultak az úgynevezett állapot felmérése. Ábrahám Levente, a Somogy Megyei Múzeum természettudományi osztályának vezetője, a rovarok szakértője. Őt kísértük el egy kora őszi este a Dráva partra. Tanulmányozzuk a Drávának a rovar világát. Tulajdonképpen ez a felmérés majd alapot szolgáltat arra, hogy egyrészről az egész tervezett nemzeti parkon belül egy hát olyan kutatottsági szintet rögzítsünk, mert ezekről a vizsgálatokról nincsenek még jelen pillanatban adataink. Más részről pedig feltárjuk mindazokat a természeti értékeket, amelyek itt előfordulnak, tehát koncentráltan a védett fajokra gondolok, aztán számtalan olyan ritka faj van, ami még jelenlegi jogszabályok szerint nem védett, de nagy valószínűséggel itt a Dráva mentén előfordulnak, és ezeket igyekszünk felkutatni, feltérképezni, és hát ezen vizsgálódom. Sikerült-e eddig a Dráva parton valamilyen különleges fajt azonosítani? Igen, több olyan faj is előkerült, ami Magyarországon csak itt él. Ezek olyan egészen apró állatok, hogy a szakemberek is inkább csak mikroszkóp alatt ismerik fel őket, hogy valójában milyen a faji hovatartozásuk ezeknek az állatoknak. Ősszel a természet pihenőre készülődik, de az ember természet alakító munkája nem lassul. 1995 őszén a szlovéniai Maribor adott otthont a Dráva és a Mura vízgyűjtőjének ökológiai problémáival foglalkozó nemzetközi tanácskozásnak. A legfontosabb kérdés a két folyó gazdasági hasznosítása és a természeti értékek megóvása közti ellentét. A Drávának a képen látható maribori szakasza hajdanán nem így nézett ki. Hogy mitől mutat ma ilyen szomorú képet, arról Borut Stomberger, a Szlovéniai Madártani Egyesület elnökségi tagja így beszél. Deswegen ist die Industrialisierung und eine nicht sanfte, egykor a Dráva felső folyásánál gyönyörű, természetes ártér volt a maga megfelelő élővilágával. Az elmúlt időszak úgynevezett kulturális fejlődésének eredménye, hogy az egykori folyó ma úgy néz ki, ahogy látható. Egy betonteknőben vonul a szemünk előtt, mint egyfajta vízi autópálya. Szlovénia Dráva szakaszán sajnos sok helyen vonulnak ilyen vízi országutak. Ezeknek a természethez az égvilágon semmi közük nincs már. Hogy viszonyulnak a szlovéniai természetvédők ahhoz, hogy ne forduljon elő a jövőben hasonló? Az elkészült vízművekkel, erőművekkel túl sokat már nem kezdhetünk. Viszont szerencse, hogy nem alkotnak összefüggő rendszert, amolyan vízi autópályát. Az egyes csatornák és tározók között megtalálhatók ma még a Dráva hajdani, vízzel elöntött, vízenyős vízjárta területei. Ezeket újra el kell árasztani annak érdekében, hogy legalább az élővilág egy része megmaradhasson. Egy dolgot tehetünk, hogy valamennyi ilyen csatornaművet olyan kapuval látjuk el, amelyen keresztül ismét vízjárta területté válhat. Igazából Szlovéniában ma már a megelőzésen van a hangsúly. Az egyedüli megoldás, hogy ne készülhessenek többet ilyen alkotások. A szlovén természetvédők több mint 20 éves tapasztalat alapján így összegezhetik az erőmű és csatornarendszer negatív következményeit. Egyrészt teljesen eltűnt a korábban rendszeresen vízjárt a rétekről, legelőkről a talajvíz, azok teljesen kiszáradtak. Ugyanez vonatkozik a mezőgazdaságilag művelt területekre is. Legújabban megint rossz megoldásnak ígérkezik a vízügyesek kezdeményezése. A csatorna és erőműépítés következtében kiszáradt területeket el akarják árasztani vízzel. Ezzel ellentétben sokkal észszerűbb volna egyfajta természetes vízháztartást megvalósítani, hiszen azok hosszú távú megoldást jelentenének. A hirtelen elnedvesítés pedig rövid távon oda vezet, hogy megművelhetetlenné válnak azok a területek, amelyek az elmúlt 20 év alatt fokozatosan elszáradtak.
Die Schwimmhöhlen sind für mich eigentlich das Symbol dafür, wie der Mensch früher an den Flüssen gelebt hat und wie er gemeinsam mit den Számomra a murai, drávai, szávai és dunai hajómalmok annak a nem is olyan régen letűnt korszaknak a jelképei, amikor még az ember háborítatlanul együtt élt a természetes vízfolyásokkal. E malmok az elmúlt 30 évben teljesen eltűntek. Velük egyetvenyészett el a halászat, a mezei művelés és a folyómenti települések hagyományos kultúrája. Véleményem szerint legfőbb ideje, hogy a Mura-Dráva-Duna élőhely megőrzésében érintett országok végre egységesen lépjenek föl a komplex védelem érdekében. Hogy látja, mennyire változott meg az utóbbi időben itt a Mura területének ökológiai rendszere? Die Entwicklung ist meiner Ansicht nach sehr gefährlich, weil man aus kurzfristigem Interesse der Energieproduktion. A Mura-Dráva-Duna mente fejlődésének iránya igen veszélyes fordulatot vett, hiszen az energiatermelés rövidtávú előnyeinek oltárán a szlovén és horvát Mura és Dráva kiterjedt területei estek áldozatul. A folyók itteni rombolása egyszerű és brutális eszközökkel ment végbe, a vízi erőművekről és azok üzemvíz csatornáiról beszélek. Magyarországon és itt Szlovéniában már a 80-as évek végén ráébredt a helyi lakosság, hogy az erőművekkel saját földje pusztul el. Ekkor alakultak meg az első magyar és szlovén mozgalmak. Magunk nemzetközi természetvédelmi szervezetként abban segíthetünk, hogy az érintett országok szervezetei koordinált, folyamatos együttműködést alakítsanak ki, melynek eredményeként egy nemzetközi Mura-Dráva védelmi program indul be. Mekkora erőfeszítést kíván ez a környező országok szakembereitől? Das ist langfristig ein sehr großes Projekt werden wird. Ez egy hosszú sokrétű projekt lesz, hiszen a folyórendszer 380 km hosszú a Dunától Ausztriáig. Ezt a területet kell egy regionális fejlődési programba felépíteni. Ugyanakkor valamennyi országban vannak olyan kezdeményezések, amelyeket csupán össze kell hangolni egymással, és ez igen egyszerűen megoldható. Ezek a következők. Velki Pasuti és Kopácski Rit Horvátországban, Murai Tájvédelmi Körzet létrehozása folyik Szlovéniában, és Ausztriában Muramenti természeti park, ez közös Szlovéniával, Magyarországon pedig a nemzeti park határozat. Az egyes országok együttműködésének megvalósítása hozhatja a legeffektívebb eredményt, hiszen a természetvédelem jelentősége megnő, valamint a régióban található idegenforgalmi objektumokat és kínálatot is felértékeli. Ehhez valójában kevés befektetésre van szükség. Az érintett országok és partnereik szakembereinek álláspontja egyértelmű. A Duna-Dráva-Mura folyami élőhely lánc a legértékesebb, legnagyszerűbb ilyen Kelet-Európában. Ebből az osztrák szakasz a legkisebb kiterjedésű természetvédelmi szempontból és a legértéktelenebb is. Ugyanakkor a mai európai kritériumok szerint e rész is fantasztikus értéket testesít meg. Önmagában ez is mutatja, milyen értékű természeti tájról van szó. A határvidékek, az egymással határos megyék, tartományok, zsuppányák, stb. Mindenütt messzire vannak fővárosaiktól. Ez lehet e régiók együttműködésének oly sikeres alapja, mint például a Bajor Erdő Nemzeti Park a cseh-német határon immár 20 éve. A maribori és lendvai nemzetközi tanácskozáson a négy ország természetvédői összegezték eddigi munkájukat és tapasztalataikat is kölcsönösen megosztották egymással. A konkrét védelmi tevékenységet Kiki nemzeti szinten folytatja. Jövőre Zágrában vagy Radenciben találkoznak, ahol sor kerül a Duna-Dráva-Mura bioszféra rezervátum társadalmi kikiáltására. A kétnapos szlovén út tanulsága a Dráva-menti települések számára egyértelmű. A Mura melletti szlovén önkormányzatok, erdészek, vadászok és társadalmi természetvédők együtt dolgoznak természeti és kulturális örökségük megőrzésén.